Köszöntöm kedves nézőinket! A Művészváros mai adásában egy nem mindennapi könyvbemutatóra invitáljuk Önöket az Őri Árt Galériába, és érdemes lesz meghallgatni stúdió beszélgetésünket is, amelyben a Barlang tavaszi-nyári program kínálatáról tudhatunk meg izgalmas fejleményeket. Horváth Ernő Zoltán gyógypedagógus 40 év tapasztalata nyomán felemelően szép könyvet írt híres fogyatékkal élő emberekről és alkotásaikról Életre valók címmel. Könyvét április 22-én mutatták be. Vincent van Gogh, Albert Einstein, Winston Churchill, Franklin Roosevelt. Csak néhány híresség, akikről talán nem is gondolnánk, hogy hasonló nehézségekkel küzdöttek, mint hétköznapi sorstársaik, akik közöttünk élnek. A szeretet őszinte odafordulás, törődés csodákra képes, melyek közül számtalan eset tanulmány mellett a könyv szerzője a következő történetet osztotta meg az érdeklődőkkel. Arra gondolok, hogy Albert Schweitzer egyházi ösztöndíjjal tanult első-második osztályban, és a szülei mondták, hogy Albert, nem lesz ennek jó vége, mindig osztályhoz nem tanulsz, hogy lesz ez tovább. Egy új tanító érkezett az iskolába, és Albert Schweitzer elkezdett szárnyalni. A végeredményt tudjuk. Szóval, hogy egy embere, egyszer soha nem felejtem, a siket osztályomnak hozott egy ismerősöm számítógépet ezelőtt 20 évvel. 20 évvel ezelőtt nagyon nagy, lehet, hogy 22. Nem tudom, nagyon nagy dolog volt. A legelitebb gimnáziumok osztályainak nem volt külön számítógépe, nem hogy adnak a 9 siket gyereknek. És akkor mondom ennek a barátomnak, hogy figyelj, azért olyan kellemetlen, mert alig van pár gyerekem, meg egy ilyen csúcs technikával dolgozhatunk, és akkor mondta a Schindler listájából, hogy aki egy emberen segít, az mindenki segít, és akkor erőt adott hozzá, talán van értelme a munkának. Ezt az osztályt egyébként 10 évig tanítottam, és ebben volt egy olyan tanuló, aki klipperfej szindrómás volt, az azt jelenti, hogy a nyakcsigai és a hátcsigai egyre van, és csak így tud fordulni. Gótikus szájpad, közepes intelligencia és zörej halló, tehát gyakorlatilag a beszéd szempontjában semmit nem hall. És lapos karkó, nem túl szép kislány. De mégis szép kislány, mert mindenki szép, mihez képest nem az. Ezt a kislányt a szülei elkísértek a Sopron iskolába Győr-Újfaluból. Bocsánat, Győr környékéről nem adhatok falut, mert személyiség jó. Ők megengedik, hogy egyébként most épp egy könyvbe került be ez az egész történet. Szóval, hogy eljöttek a szülők, ott hagyták az újonnan felépített családi házat, hogy 10 évig a gyerekük mellett legyenek, de egy szegregált intézménynek az internátusában lakjon Sopronban, mert Győrben nem volt ilyen iskola. És egy lakást béreltek, hogy egzisztent, hát azt kiadták azt a házat, ezt a lakást abból az ára volt. És a nagy gyerek átkerült egy másik iskolába, más barátnők, más közeg, és így tovább. Ez a kislány ma 40 éves, négy halló fiúgyermek édesanyja, gánai férje van, baptisták, ők nagyon-nagyon hívő baptisták, és egy boldog családban él, és jelbeszéddel útkor föltött egy 5 perces előadást éppen, most már ugye mindenféle fórumok vannak, és aranyosabb, hogy 4 gyerekes anyukaként, és akkor írnak ebben valami könyvbe, kértek erről egy cikket, hogy ahol szeretett, meg ilyesmi van, hogy oda szeretnék egy ilyen történetet, és akkor ő is hozzájárult, és akkor írt egy kicsit, és akkor most az amerikai palacsintát kell sütnöm, majd legközelebb írok, és akkor én részletekben megkaptam azért levelét. Szóval, hogy és akkor leérettségizett, fogtechnikus lett, és sorolhatnám tovább. Ezek a gyerekek 6-7 éves korukban 5-10 aktív szóval kommunikálnak. Ekkora útravalóval képesek érettségi vizsgát tenni, valamint az előző példa alapján kitanulni a fogtechnikusság mesterségét, és nem utolsó sorban szülőként is példaértékűen helytállni. Horváth Ernő Zoltán részletesen kitért olyan neves művész életére és pályafutására is, mint Pajzs Göbel Jenő, aki több szállal is kötődött Szentendréhez, hiszen az egyik alapítója volt a Szentendrei Festők Társaságának. Ő is azoknak a művészeknek a táborát gyarapította, akik őszinte kedvességgel fordultak ember és művésztársaik felé.
Már pedig állandóan mozog, ugrik, gesztikulás, mert ő maga nem hallja, amit mond, habozás nélkül hangosan kimond mindent. Mikor Pandit meglátta a Dunaparton, a földig érő rózsaszínű sandruhája van, szeeeeknó, kiáltotta, és mindkét kezével utána rajzolta a levegőben az alakját, igen, plasztikusan. De festészetről komolyan beszél velünk, és megnézi a képeinket. Ő is Szentendrét festi utcarészleteket, kerteket, figurákkal, de olyan dúsan, színesen, zsúfoltan, mint egy dzsungel. Aztán néha nem is bújtatja Szentendrébe, hanem egyenesen magát a dzsungelt festi, tarka állatokkal, sűrű növényzettel. Nagyon szeretjük őt is, a képeit is. Mert hogy mindenki szerette. Egyszerűen azt gondolom, hogy a mostani fiatalságnak ez mindenképpen példamutató. Álomvilágában menekül altat volt, szellemi menekült volt, menedék volt számára a Szentendrei művészet, szabadon bocsátott a fantázia világát és humorát, azt meséljük, hogy Pasgővel Jenő és Modok Mária járt fel a Haruska itanyára. Itt festettek a telepieken kívüliek, tehát voltak a művésztelepesek, és voltak, akik szintén Pestről, vagy általában Pestről jártak le, de külön társaság voltak, Vajdala és Ámosi, Anna Margit, Bálintette, Szántópiros, a Kornis Dezső. A kutató gyógypedagógus mesélt Kis Szilágyi István festőművészről is, aki 1896-ban született, és már gyermekkorában sokat betegeskedett. Gimnáziumi tanulmányai során pedig már biztos volt, hogy alacsony termete nem a véletlen műve. A körülmények ellenére, vagy éppen ezért óriási életakarattal és kellő humorérzékkel viselte állapotát egész élete során. Hát azt mondja, azért Kis Szilágyi, mert nagyon kicsi. Hát mondom, mennyire kicsi? Hát azért 126 cm. Gondoljuk el, hogy egy iskolás gyereknek a magassága. Na de hát, na. És akkor kicsit pingált, egy kicsit, hát nem egy kicsit pingált, kérem szépen. Ez az én gyűjteményem van, ez a festmény. Több címe is van, ebéd előtt, én szerintem más is lehet, a hátulján is van némi. Nem is az a lényeg, hogy mi a címe, hanem az, hogy ez az ember egy ilyen csodálatos képet festett. Úgy képzeljék el, hogy 1896-ban született, akárcsak Pajgőben Jenő, majd később beszélünk, és ugyanúgy 48 év adatott meg neki, 1944-ben pszichiátriára össze jött minden, és gyakorlatilag szinte megőrült. Egy nagyon érdekes ember volt, aki 1922-ben jelentkezett a képzőszaki főiskolára, és Csók István azt mondta, hogy 500 jelentkező közül kettőt választottak ki. Kis Szilágyi István volt az egyik. Rib Róna József tanítványa volt. Rudai Gyula tanítványa volt. Réti István tanítványa volt. Tájképfestészetet Fényes Adolftól tanult, ugye a szolnoki művésztelep. És csodálatos életművet hozott végre, rengeteg képet festett, termékeny festő volt, és hogy megéljen, mindig valahogy sikerült eladni a képeit, majd látni fogjuk, hogy néha áron alul is, de ő ugye a betegség következtében nem igazából fejlődtek ki a végtagok, és 8 éves koráig szinte ágyhoz kötött volt, és volt egy professzor, aki még medikus korában azt ígérte neki, hogy ő megnöveszti, hát ugye vannak mindig kísérletező orvosok, hát ő mondta, hogy vele ne kísérletezzenek, ő így jó, ahogy van. Ő a világ egyik legboldogabb embere, főleg mikor volt az Eszter nevű társa. Hát minden olyan szép volt és kerek egy idővel az ő számára. Rib Róna József annyira megszerette, hogy a Balaton nyaralójába hívta le 1919 nyarán. Mint egy ilyen népművelő volt, újságcikkek jelentek meg róla. És amikor nehezebb idők jöttek, rákényszerült arra, hát akkoriban a törpéket behívták cirkuszba, és akkor kutogatták őket, mint az elefántembert. És ő nem volt hajlandó erre, és volt egyszerűen, amikor nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszaka volt, akkor egy évre eladta magát egy cirkusznak, azt mondta, csak egy kikötéssel, hogy Magyarországon nem lép föl.
És Bécsbe vitték, és azt a pár hetet is nehezen bírta, és hazaszökött, és gyakorlatilag alig akarták kifizetni azt a kis pénzt is, ami annak reményében, hogy Koszkvárt egy kap, elvállalta ezt a megszégyenítő dolgot, és akkor inkább aztán járt iskoláról iskolára, faluról falura. Nagyon jó kommunikációs készsége volt, és általában sikerült neki képeket eladni, úgyhogy ahogy ő mondta, az ő igényei szerint ő tulajdonképpen jól élt. A könyvbemutatón Horváth Ernő Zoltán egykori tanítványának levelét is felolvasták a megnyitón, melynek egy részlete így szólt. A tanítványom, aki büntetésben most írt néhány sor, aki most egyetemen mesterszakra jár, mit is írt nekem, ezt kérem, hogy Dávid olvast fel. 10 évvel ezelőtt Tourette és Asperger szindrómás végtelenül zárkózott fél év kisdiákként kerültem be a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnáziumba. Az oktatási intézményben olyan sajátos nevelési igényű tanulók számára kialakított, speciális gimnáziumi osztályba jártam, aminek korábbi létrehozásában nagy szerepe volt Horváth Ernő Zoltán tanár úrnak is. Az első években eleinte szokatlan volt az osztálytársaknak és a tanároknak, hogy órákon keresztül tikkelek, vagy hirtelen megrándul a testem valamely része. Idővel az osztályközösség, illetve a pedagógusok megtanulták ezt elfogadni és kezelni. Az intézménynek mindig is fontos célkitűzése volt a tehetséggondozás és az ott tanuló sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztése. Lehetővé tették számomra, hogy évekig iskola rádiózhassak, illetve operatőrvágó feladatokat végezhessek az iskolai televíziónál. Segítő pedagógusaim egyfajta mentori szerepet is betöltöttek. Legfőbb mentorom Horváth Ernő Zoltán tanár úr volt. Egyéni foglalkozásainak és tanítási módszereinek köszönhetően sokat fejlődtem, javultam. A fejlesztéseken mindig kikapcsolódtam, sokszor elmerengtünk a világ történésein, kicsit kiszakadva a gimnáziumban töltött szürke hétköznapokból. A gyógypedagógus szívmelengető részletességgel beszélt Érdi Tamásról is. A Liszt Ferenc díjas zongoraművész koraszülöttként jött világra, látását egy hibás inkubátor kezelés miatt veszítette el. 5 éves korában kezdett zongorázni, hamar fel is figyeltek rá. Később a Zeneakadémia elutasította, ám Kocsis Zoltán, a kétszeres Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester és zeneszerző meglátta Érdi Tamásban a kivételes tehetséget, elszántságot és kitartást. A könyvbemutatón a két művész tolmácsolásában nézhették és hallgathatták meg Schubert katona indulóját a jelenlévők. Thank you.
Művészváros stúdiójában Török Gergő, a Barlang program szervezője volt vendégünk, aki minden érdekességet elmondott a következő időszak koncertjeiről, terveiről. Érdemes jegyzetelni, mert szuper előadók lesznek a Barlang meghívottjai. Izgalmas nyárnak néztek elébe. Milyen nagy húzóneveket vártok a Barlangba az idén? Hát nem szűkölködünk, szerencsére, nagy vagy komoly nevek nagy fellépőkben. Amit most így hirtelen föl tudok, vagy eszembe jut föl tudok sorolni, az Péter Fibori and the Love Band, Kis Csillag, Európa kiadó, Ivan and the Parasol, Au Revoir, és most hirtelen jutott eszembe, de még rengeteg izgalmas fellépő lesz a nyáron nálunk. Bőven elég ez is ahhoz, hogy leessen az állam, ezek tényleg valóban neves nagy zenekarok. Milyen férőhelyel számoltok, mennyi embert tudtok beengedni? 300 fő a teltház a Barlang kertjében, tehát hogy ez a maximum befogadó képessége, sajnos nagyon szigorúan be kell tartanunk. Belül meg gondolom még ennél is kevesebb? Igen, 84 fő fér ellent a pincében, ami ugye a Barlang, amiről a nevét kapta a Barlang, ez a barlangszerű pince. Nagyrészt ugye a te munkádat, a te kezed munkáját dicséri, hogy ilyen neves előadókat is meg tudtok hívni. Milyen rendezői elv alapján válogattál? Azért azt hozzáteszem, hogy abban a szerencsés helyzetben van a Barlang, hogy sikerült egy pályázatot nyerni, ami a Nemzeti Kulturális Alapnak a hangfoglaló könnyűzenei pályázata, ami kifejezetten ugye erre írtak ki, hogy könnyűzenei koncertek megvalósítása, és azért ennek köszönhető, hogy ekkora neveket sikerül elhozni a Barlangba, anélkül ez azért nehezen tudna megvalósulni. Hát a szervező elv az leginkább még úgy fogalmazódott meg, hogy valamennyire underground zenekarok, tehát nem a mainstream, nem pop, hanem valamennyire ez az underground vonal, ami megy, és azért ez, nem mondom, hogy egy-két név ebből nem lóg már ki, de nyilvánvaló, hogy vannak olyan vonzó nevek, amire nyilván lecsapunk, hogyha lehetőség kínálkozik, mert azért az egy nagyon nagy dolog, hogy tényleg sikerül megtölteni a kertet. Mennyivel korábban kell nekifutni mondjuk egy Kis Csillagnak, hogy őket megcsípjétek? Azt hiszem, hogy az még, arról még tavaly ősszel volt először szó. Én azért úgy látom, hogy az ekkora méretű klubok száma, vagy az akkora klubok, ahol ezek a zenekarok fel tudnak lépni, az elég korlátozott Magyarországon. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ezek a zenekarok, vagy ezeknek nagy része a nagyobb fesztiválokon fellép, de amúgy szerintem klubkoncertelők, ők nincsenek teli, és örülnek, hogyha van egy ilyen hely, ahova el tudnak jönni. De hát nyilván ezek nem azok a zenekarok, akiket fölhívok, hogy hello, jövő héten ráértek-e, hanem azért hónapokkal előbb el kell kezdeni fölvenni velük a kapcsolatot, és elkezdeni egyeztetni. Amikor mondjuk, most nem feltétlenül csak a Kis Csillagról beszélek, de hasonló kaliberű nagyzenekarokról, hogyha velük egyeztettek, nekik mennyire extrémek az igényeik, vagy az elvárásaik a helyet tekintve, vagy a kiszolgálásukat tekintve? Nyilván ezek a zenekarok nem szégyenlősek, amikor átküldik az igényeiket, de eddig borzasztó extrém dologgal nem találkoztam. Tehát ugye vannak legendák, hogy különböző amerikai sztárok azok milyen listákat küldenek át. Ilyennel mi nem találkoztunk, tehát az, hogy általában ásványvizet, sört, valami rágcsálnivalót vagy ételt kérnek az öltözőbe, azért az szerintem egy teljesen normális dolog. Úgy, hogy ezek a zenekarok egy komoly stábbal érkeznek, és ugye a hangbeállással, kipakolással, mindennel együtt jó pár órát ott töltött. Nem az van, hogy megérkezik egy zenekar, lenyomja a bulit és elmegy, hanem 5-6 órákat nagyon simán ott töltenek a helyen, ami teljesen normális, hogy akkor ki kell őket szolgálni, meg mindenkinek az a célja, hogy ők jól érezzék magukat, elégedettek legyenek, szívesen térjenek vissza később is, úgyhogy ezeket nyilván kérdés nélkül teljesítjük, de mondom, extrém kívánsággal eddig nem találkoztunk.
Nagyon vendégmarasztaló a hely, tehát gondolom, hogy ők se rögtön lőnek akkor ki, hanem még szívesen eltöltenek ott akár a buli után is egy-két órát nálatok. Milyen újításokat vezettetek be az idén, az idei szezonra? Hál' Istennek tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy szeretnek még lazulni egy kicsit a koncert után az emberek, vagy a zenészek. Ami azért szerintem annak is köszönhető, hogy tényleg az egyedi elhelyezkedése a helynek, ami szerintem nagyon, nagyon kevés hely van Magyarországon vagy a világon, ami ennyire szép helyen van, hogy a Dunára, a Szentendrei szigetre van egy kilátás, egy gyönyörű kert Szentendre belvárosában. Van az egésznek egy olyan hangulata, ami szerintem tényleg megfogja a zenészeket, és azért van, hogy ezek a zenekarok nagyon szívesen térnek vissza. Ami az újításokat illeti, hát igazából szépen apránként építkezünk, és januárban volt a benti részt, felújítottuk, volt egy komoly felújítás, a társammal, Csákó Dorottyával, Doróval, akivel együtt üzemeltetjük a barlangot. Kifestettük, a bútorokat lecseréltük, az egészet megpróbáltuk egy kicsit otthonosabbá tenni, színesebb, hívogatóbb lett, és a kertben is ez a helyzet, egyébként ezek a dolgok azért nagyrészt Doró kezemunkáját, illetve az ő elképzeléseit valósítják meg, de az ő kezemunkáját dicsérik. Próbáljuk ezt a hangulatot még jobban megragadni, még hangulatosabbá tenni a helyet, illetve szerencsére úgy tűnik, hogy az a bútor mennyiség, ami eddig volt, az egy rendre kevésnek bizonyul, úgyhogy még további bővítést tervezünk, tehát hogy még több asztalt széket a kertbe, hogy tényleg komoly vagy nagyobb érdeklődést is ki tudjon szolgálni, több embert is be tudjon fogadni a kert. Amikor azt mondod, hogy a saját kezetek munkáját dicséri Dorójét és a tiédet, akkor szó szerint kell érteni, hogy tényleg tevőlegesen is részt vettetek ott a bútorok csinosításában, meg a festésben? Az elképzelés az minden esetben Dorójé volt, tehát az a színvilág, az a dizájn, ami megvalósult, azt ő álmodta meg. 99%-ban egy-két dologot én is hozzátettem, de tényleg. És különben minden munka, ami történt a barlangban az elmúlt másfél évben, egyszer átalakítottuk már a benti bárpultot, mert úgy tűnt, hogy nem férünk el benne, túl szűkös, nem képes annyi embert kiszolgálni hatékonyan. Aztán utána ugye az említett januári felújítás, akkor tavaly is már tavasszal, nyár elején a kerti bútorokat lecsiszoltuk, lefestettük, most a héten újra elkészült a kinti bárpult, az is kapott egy új festést, és ez minden egyes alkalommal közösségi megvalósításban történt. Tehát, hogy ezt elképesztő szeretetet kapunk ilyen formában a barátainktól, családunktól, törzsvendégektől, odajáró emberektől, hogy tényleg rengetegen beleálltak, segítettek, elképesztő munkát végeztek, és tényleg eddig tehát lényegében mindent egy-két kivételt leszámítva anyagköltségből sikerült megoldani, aminek nagyon-nagyon-nagyon örültünk, és az egészet úgy is terveztük, tehát ez valahol koncepció volt, hogy egy közösségi tér esetében a hely és a közösség az egymást építi, tehát hogy egyszerűen tényleg az emberek sokkal, akik beletették azt a munkát, azok sokkal inkább a sajátjukként tekintenek erre a helyre, és úgy vigyáznak rá, és úgy járnak ide, és tényleg rajtuk is látszott, hogy ezt örömmel teszik, büszkék rá, hogy ők is hozzájárultak ehhez, hogy ez a hely az lehessen, vagy azzá válhasson, amivé vált, vagy ami válik folyamatosan, mert tényleg egy folyamatos építkezésről beszélünk apránként. Visszakanyarodva a fellépő vendégekhez, a zenekarokhoz, ha már a helyieket méltattuk, a helyi zenekarokkal mi a helyzet, őket mennyire hívjátok meg, vagy hogyan reprezentálják magukat a helyi zenekarok? Abszolút. Koncepció, tehát hogy nyilván a kertben nyáron azért igyekszünk olyan fellépőket hívni, akik ezt a
300 fős limitet azért, ha nem is, nem is töltik meg a kertet, de megközelítik, tehát hogy legalább fél házat tudnak csinálni. De hát a klub szezonban, tehát hogy ősztől, amikor bevonulunk a pincébe, akkor nagyon szívesen fogadjuk azokat a zenekarokat, akiknek nincs ekkora közönségük, szeretnének bemutatkozni, abszolút előnyben részesítjük a szentendrei zenekarokat, tehát hogy a helyi zenekarok, eredeti zenekarok, tehát mondjuk azért az is elvárás valahol, hogy a ne feldolgozás zenekarok, hanem tényleg akik valami eredetit nyújtanak. Örömmel nyújtunk bemutatkozási lehetőséget, de azért a nyár folyamán is lesz olyan fellépő, aki helyi, és tényleg ez fontos, hogy helyi zenészeknek legyen egy fóruma, vagy legyen egy olyan hely, ahol meg tudják mutatni magukat. Akkor nevesítsük is őket, vagy legalábbis a teljesség igénye nélkül, mert hogy az elkövetkezendőkben sok ilyen zenekar fel fog lépni, mégpedig a május 1-i hétvégére gondolok. Igen, hát akkor időrendi sorrendben elmondom azt a hosszú hétvégét, tehát ugye április 28-án a hivatalos kertnyitó bulit, a Barlangális minifesztivált, azt a 2-2 tánczenekar indítja, ami jó részt Szentendre, vagy tehát hogy majdnem a fele szentendrei a zenekarnak, de erősen szentendrei kötődésű, tehát most az idén 19 éves a zenekar, és elég sokat koncerteztünk Szentendrén, mert én is játszom abban a zenekarban. Másnap a Vágtázó Halott Kémek játszik, aki ugye nem helyi zenekar, de hát azért ez egy elég izgalmas produkció mindenképpen. És arra is büszkék lehetünk szerintem, hogy ők eljöttek hozzánk. 30-án vasárnap a Kék Nyúl zenekar, ami szerintem szintén egy fantasztikus zenekar, és biztos, hogy egy elképesztő bulit fognak csinálni, és május 1-én a Majális, az egy ingyenes koncert, az Öt vagy Sárkány nevű szentendrei formáció zárja ezt a hét, hosszú hétvégét. A műfajok tekintetében hova sorolandóak ezek a bandák? Kezdjük akkor a tietekkel. Hát én a műfajokkal mindig is hadirában álltam, de azért megpróbálom. Hát ugye a 2-2 tánczenekar, az egy ska zenekar, az viszonylag egyszerű. A VHK-ról, Vágtázó Halott Kémekről szerintem ez egy nagyon, nagyon nehezen besorolható műfajú zene. Szerintem még ők magukat is az idők során sokféleképpen határozták meg, de mindenképpen van egy punkos lendület benne, és lényegében ők punk zenekarként indultak, vagy aként apostrofálták őket. Van benne valami ősi magyar, olyan zene, olyan vonal, ami nem mondanám népzenének, hanem nem tudom pontosan ezt hogyan lehetne megfogalmazni. Szerintem aki ismeri őket, az pontosan tudja, hogy miről van szó. Aki nem, az meg jöjjön el, vagy hallgasson bele, hogy mit is csinál a Vágtázó Halott Kémek. A Kék Nyúl az tulajdonképpen funk zenének mondanám, ugye nekik egy magyar zenekar, amerikai énekesük van. Ami szerintem borzasztó izgalmas benne, az a Hammond orgona, mint hangszer, amit én nagyon-nagyon szeretek, és Premec Mátyás, az ő orgonistájuk, ő szerintem egy elképesztő, nagyon tehetséges valaki, és elképesztő jó őt már más bandából is ismerhetjük, igen, ugye? Igen. Ő elég sok helyen megfordult. Illetve ott is, mint a 2-2-ben a fúvósokon komoly hangsúly van. Az Öt vagy Sárkány az pedig ilyen, az szintén van benne egy kicsit funkos, kicsit rockos, kicsit popos, elég sok oldalú, tehát hogy sokféle zenét játszanak. Amit szerintem nyugodtan mondhatunk, hogy táncos hétvége lesz, tehát mind a négy zenekar olyan, amire azért lehet mulatni. Reméljük, hogy sokan kaptak most kedvet ezekhez, és majd meglátogatják a barlangot. Nem csak zenei programokkal, kínálattal készültek, hanem egyéb közösségi eseményekkel is a barlangban. Mik ezek? Hát ami állandó programsorozat lesz a nyáron, az júniustól augusztus végéig a Kertmozi heti egyszer. Ami szerencsére tavaly is nagyon népszerű, illetve az elmúlt években mindig népszerű volt. Szerintem nagyon hangulatos dolog egy kertmozi, megint csak ugye a Duna partján, korzó közepén, tehát hogy az elhelyezkedése is ideális.
Mennyire mainstream filmeket fogtok majd vetíteni? Egy-két példát tudsz mondani, hogy mire számítsunk? Még alakulóban van a program. Egyeztetek, tehát hogy azt a partmozival közösen szervezzük, és velük megy az egyeztetés, úgyhogy erre most nem tudok még, mert elég képlékeny, de hamarosan már ki fog kerülni a program. Igyekszünk a tavaly egy kicsit, én úgy érzem, hogy nehézre sikerült egyes filmek, tehát hogy nem azok az ideális nyáresti filmek voltak. Valószínűleg idén egy kicsit könnyedebbre vesszük a hangot, tehát hogy igen, kifejezetten ez a kertmozis nyári hangulat fog majd dominálni inkább. Illetve a bőrzék, amik még állandó programok. Az áprilisban most el is indult, meg volt az első biciklibőrze, és ez két havonta, tehát hogy még hogy is van, akkor az ugye júniusban és augusztusban lesz még biciklibőrze, és májusban, júliusban és szeptemberben, ha jól mondom, pedig lemezbőrze, ahol leginkább bakelit lemezeket lehet majd böngészni, vásárolni, illetve hát szeretettel várjuk mind ezekre a bőrzékre az árusokat is. Akik akár csak egy-egy darabot lehoznak, hogy szeretnék eladni, azokat is szívesen várjuk, tehát nem kell teljes standot bérelni, vagy ilyesmi, hanem lehet bár, tehát teljesen nyitott az esemény, bárki jöhet. Illetve ami valószínűleg június elején lesz, de ez is még egyeztetés alatt van, az a ruhabőrze, ami szintén szokott lenni évente legalább egyszer, ahol ugye mindenki azokat a ruhákat, amiket már nem hord valamilyen okból, de még más tudja hordani, tehát hogy a használható jó állapotú ruhákat elhozhatja, és másnak az ugyanígy elhozott ruhái között böngészhet, válogathat. Amik mondjuk nem találnak gazdára, tervezitek-e, hogy akár eljótékonykodjátok? Természetesen az szokott lenni, hogy a megmaradt ruhákat a végén olyan helyre juttatjuk el, ahol jó helyre kerül, igen, ahol még tudják hasznosítani. Oké. Hát nagyon ígéretesen hangzik ez a nyári programajánló, nyári tavaszi programajánló. Reméljük, hogy minél többször találkozunk majd veletek mi is ott. Én is remélem. Köszönöm a meghívást. Mindenki megtalálja a számítását most hétvégén a Dunaparti Művelődési Ház 4 napos esemény sorozatában. A programok pénteken kezdődnek, hétfőig tartanak, és a játékoktól a koncertekig mindenféle jóval várják az érdeklődőket. Mindenkinek szép hétvégét és jó szórakozást kívánunk, viszontlátásra!